Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban kivétel nélkül a néphagyományok. Ezen belül is a népdalok, nóták és katonadalok, valamint a népzene kerül előtérbe. Tartsanak velünk! Tíz éves jubileumát ünnepelte a Szikrák Tánc Együttes a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A szombat esti, mintegy két órás gálaműsor során változatos táncos és zenés produkciókkal szórakoztatták a közönséget a Zala Gyöngye Tánc Együttes és az utánpótlást biztosító Gyöngycemek közreműködésével. Őszén alakult meg ez a kis csapat, hát akkor igazából még ilyen kis szakkör jelleggel, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle, és akkor hát elkezdődtek a próbák, és akkor szép lassan-lassan teltek a hónapok, évek, elkészültek az első koreográfiák, közben szaporodtunk is kicsit, jöttek, mentek a tagok, tehát az eleje az mindig ilyen kicsit jövős menős, és akkor végére kialakult egy ilyen stabil mag, akihez úgy mindig folyamatosan még-még jöttek, és hát így alakult meg a Szikrák Tánc Együttes. Egy év múlva már felléptek több helyszínen, itt a Zala Gyöngyének a műsorain is, illetve egyéb helyeken is már hívták őket, és fokozatosan edzőtáborok, rengeteg munka, felkészülés, próbák, rengeteg meló van benn, és hát most csak azt vettük észre, hogy elrepült a 10 év. Mik azok a nagyobb mérföldkövek, fellépések, amiket kiemelnél? Hát ugye az első fellépés az mindig emlékezetes mindenkinek, ez talán a Kiskanizsa iskolában volt, ha jól emlékszem. Aztán ugye az első fesztiválok, sikerek, Gergely Fesztivál, Sopron Szivárvány Fesztivál aranyminősítés, azt az első önálló est, úgyhogy az 5 éves jubileumuk volt, és akkor hát azóta meg most már több önálló esttel is jelentkeztek. Tehát mikor ugye elkészül egy-egy anyag, egy ötlet és összeáll belőle egy műsor, és akkor ezt színpadra visszük, általában ezek ugye a legnagyobb mérföldkövek. Ma egy 2 órás gálaműsorról van szó, ezt hogyan állítottátok össze, kik szerepelnek még a Szikrákon kívül, és milyen táncokkal, zenékkel készültetek? Hát ezt a 10 éves jubileum, ez most egy ilyen kis visszatekintés a 10 évre. 10 évnek azokat a koreográfiáit válogattuk be a műsorban, amit a gyerekek azt mondták, hogy ezeket szeretnék, tehát most itt volt egy ilyen kis kívánság műsor is benn. Meg hát szerettük volna azokat a dolgokat is megmutatni, amik itt 10 év alatt történtek. Nem csak táncban, alakult egy kis zenekar is itt a csoporton belül, voltak ilyen tematikusabb, modernebb hangvételű táncok is, ebből is készült egy ilyen kis produkció, illetve visszahívtuk régi táncosainkat is, akik a műsorban több számban, illetve hát az utolsó számban mindenki, aki vállalta, hogy táncol egyet velünk, ők az utolsó műsorszámban még velünk bemutatkoznak. Előbb már említettük a műsornak a harmadcsepp című részét, erről mit lehet tudni?
ez a harmadcsepp mese, ez egy írónőnek, Mézes Juditnak a meséje. Az interneten bukkantam rá véletlenül erre a mesére, és nagyon megtetszett. Egyből jöttek a gondolatok, hogy ebből milyen szép kis táncot lehetne készíteni. Aztán Sebestyén Áron írt hozzá zenét, ő egy neves zeneszerző, és hát az ő muzsikájára álmodtuk meg ezt a táncot. Elfogadták a meghívásunkat, itt vannak a műsoron, Áron is a zeneszerző, illetve Mézes Judit is a mese írója. Dedikált is nekünk egy ilyen kis könyvet, itt az ő kis mesekönyve, amivel megjelent ez a mese. Úgyhogy nagy örömünkre szolgált, hogy ők is eljöttek és megtiszteltek minket az előadáson. Utolsó kérdésként, mit lehet tudni a következő tervekről, illetve az utánpótlásról, hogyan áll a helyzet? Tervek vannak bőven. Hát most nehéz időszak elé nézünk, mert sokan mennek főiskolára, egyetemre. Újra kell tervezni dolgainkat, hogyan fogunk tudni együtt dolgozni, haza tudnak járni, úgyhogy ez most egy ilyen kicsit átmeneti időszak következik. De hát hál' Isten, itt az utánpótlás csoportunk, a Gyöngyszemek, akikből már kacsingatnak fölfelé a táncosok, úgyhogy bízunk benne, hogy őket gyorsan be tudjuk építeni, és az esetleges távozókat tudjuk pótolni. Táncházzal egybekötött szabadtéri koncertet adott a Zala zenekar péntek délután Bajcsán. Az együttes főként Zala vármegyei, illetve kifejezetten muravidéki népdalokkal szórakoztatta a közönséget, akiket alkalomattán be is vontak az előadásba. Most a népdalokat fogjuk előnybe részesíteni, mivel mi is egy népdalkör vagyunk, a hagyományozással foglalkozunk, és szeretném, hogyha minél többen megismernék, és megszeretnék a népdalokat. Mit lehet tudni azokról, akik részt vesznek ezen a mai programon, a zenekarra, gondolok, a táncosokra? Hát mindenképpen olyat szerettem volna, aki a népdalokkal dolgozik, és én a Júlcsinak a csapatát választottam, mivel sokat hallottam róla, meg láttam is őket, és nagyon tetszettek, amit csinálnak, és próbálunk egy táncházat is. Hát bízok benne, hogy azért eljönnek az emberek, és akkor azért egy kicsit szórakozunk is.
Mik a tapasztalatok, mennyire népszerű a népzene, a néptánc itt Nagykanizsán és környékén, akár a fiatalokat is be tudják vonni? Hát a fiatalokat nagyon nehéz. Azok nem tudom, hogy mit szeretnek, mit se, de én úgy látom, hogy kis közössége van a néptáncnak, meg a népdalnak. Én többet szeretnék, de hát ez nem mindig jön össze. Most itt már elkezdődött a pakolás, kint lesz mégis akkor az esemény, és lehet-e tudni, hogy hogyan fog kinézni az este? Hát azt sajnos én nem tudom, ezt majd a fellépők fogják eldönteni, hogy mi lesz. Beszélgessünk először a zenekarról magáról, hogyan jött létre, és milyen zenét játszanak. A Zala zenekar, hát már közel ilyen 10 éves múltra tekint vissza, és az volt a cél az elindulásunk pillanatában, hogy a helyi értékeket, tehát a zalai, akkor még nem tudtuk, hogy vármegye lesz belőle, mert hogy a vármegyei népzenei kincset szeretnénk népszerűsíteni. Ebbe beletartozik értelemszerűen a Muravidék népzenei kincse, már csak azért is, mert édesapám idősebb Horváth Károly kint rengeteget gyűjtött Moravidéken, úgyhogy az ő zenei anyagából is sokat játszunk. Természetesen Labosai Júlcsi, aki a zenekarnak amúgy prímása, más népzenei tájegységeket is játszik, különösen Szent Iványt játsszuk még, Vajda Szent Iványt, hiszen onnan Elek bácsi kezéről tanult muzsikálni. De Kalotaszeg, kismagyarországi zenét, tehát nagyjából másra is fel vagyunk készülve, de a legfontosabb hivatásunk a Zala vármegyének a népzenéje. Mi a helyzet a ma estével? Hogyan áll össze a mai műsor? Milyen dalokkal készültek? Tulajdonképpen azt hiszem ez lesz a fő repertoár. Egy kicsit meglátjuk, hogy a helyi közönség mire lesz igazából fogékony, mert hogy én magam is vezetek pálvakört, és ha vannak itt olyanok, akik járnak ide helyi pálvakörbe, vagy énekelnek ilyen kisebb csoportokba, akkor azért ilyen szakmai dolgokról is tudunk szót váltani. De a legfontosabb valóban az lesz, hogy Zala vármegye olyan zenét, olyan dallamait, amik ismertek, vagy kevésbé ismertek, még ezt szeretnénk népszerűsíteni. Utolsó kérdésként, mit tapasztalnak, mennyire népszerű ez a műfaj itt akár a megyében? Én úgy gondolom, hogy részben én zalaegerszegiként is, meg így vármegyei érdekeltségem révén is azt mondhatom, hogy maga a népzene az nagy nyilvánosságnak örvend. Csak egy példát hoznék rá, körülbelül 1500 gyerek énekel a megyében versenyszerűen az oktatási hivatal által megkérdetett országos népdaléneklési versenyeken, és ennek is egy ilyen koordinátora vagyok. Tehát pávaköri, 3 pávakörön van, őket vezetem, országos versenyekre járunk. Tehát úgy gondolom, hogy ha, és a mai délelőtt pedig azt igazolta itt Kanizsán, hogy az óvodások is fogékonyak erre a zenére, tehát hogyha időben elkezdjük és elkezdik azok a helyi pedagógusok ezt a nevelést, akkor ennek van jövője. Továbbra is maradunk a néphagyományoknál, hiszen az elmúlt héten a Honvéd kaszinó tükörterme is hangos volt a nóta szótól. Az intézmény énekkara már hagyományos dalos találkozóra hívta a kanizsai és környékbeli barátait. Hamos Ildikó ugyan pár évvel ezelőtt már átadta a stafétát Iványi Miklósnak, de azóta is ugyanolyan szeretettel vesz részt az énekkar mindennapjaiban és az eseményeken.
Köszöntőjében a kezdeteket idézte fel, de a jelenről is szó volt. 1998-ban, 26 évvel ezelőtt a Fegyveres Erők és Testületek klubja, ami ma tulajdonképpen a Honvéd Egyesület jogelődje, kérésére, Kónya István elnök úr kérésére alakítottuk meg itt a Honvéd Kaszinóban ezt az énekkart, és akkoriban megkért az a kis csapat, aki akkor eljött énekelni, hogy vezessem őket. Ez 23 évig sikerült is, tehát persze, hogy nagyon közel állnak a szívemhez. 3 évvel ezelőtt Iványi Miklóst kértem meg, hogy vegye át, mert akkor már annyira sok feladatom volt, meg talán ők egy kicsit más irányzatot is szerettek volna énekelni. De mindegy, a lényeg, hogy addig is nagyon jó volt együtt dolgozni, meg nagyon sok szépet énekeltünk, meg sok helyen szerepeltünk, és Miklós vezetésével is nagyon-nagyon szépen folytatják tovább a munkát. Hogyan tudnád jellemezni a csapatot? Mi tartja őket össze? Az kevés lenne, ha azt mondanám, hogy csak az ének, a zene szeretete. Nyilván ez is nagyon, de hát a közösség megtartó erő szerintem. Hát jobban idősebb emberekről van szó, mindenképpen 60 felettiekről. Kell nekik egy olyan hely, ahol hetente rendszeresen összejárhatnak. És nagyon szeretnek fellépni, szerepelni más művelődési házakban, más klubokkal karöltve. Ezt ők nagyon szeretik, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog ebben a korban, hogy van hova menniük és megmérettetniük. A csapat vezetését 3 évvel ezelőtt átvevő Iványi Miklós szerint az énekkar egy jól összeszokott, összetartó társaság, személy szerint pedig ügyel arra, hogy a repertoárban is sokak által kedvelt nóták szerepeljenek, és nem utolsó sorban a fellépéseknek köszönhetően a sikerélmény sem maradjon el. A házigazda énekkar repertoárja hagyományos és különleges is egyszerre. Egy adott dolog, hogy mindig is ez az énekkar a népdalokkal volt barátságban, tehát a legtöbb szám, amit énekeltünk, népdal volt, de úgy gondolom, hogy a nevünkből adódóan a katonadalokat kell, hogy szívesen énekeljük, és erre mindig törekszem is, és ezen kívül, hogyha valami olyan alkalmi rendezvény van, amihez valami jobban hozzáillene, akkor próbálunk alkalmi dalokat is. Maradjunk egy gondolat erejéig a katonadaloknál. Mennyire maradtak fent, mennyire ápolják ezeket a bizonyos dalokat a kórusok, az énekkarok, a dalkörökön? Hogyan látja? Azt hiszem, hogy attól függ, hogy kik énekelnek. Itt nálunk éppen most kiszámoltam, az énekkar átlag életkora 74,6 év. Na most... Ez azt jelenti, hogy ez a csapat, ez még gyerekkorában a szüleitől megtanulta a világháborús dalokat. Tehát sok olyan dal van, amit mikor előhozom, akkor csodálkoznak, igen, de ezt már ismerjük valahonnan, hát ezért. Tehát bizonyos fokig a kor is kell hozzá, én úgy gondolom. Ma pedig egy baráti találkozóra kerül sor. Kiket köszöntenek itt? Tulajdonképpen minden énekart, aki itt megjelenik. Megpróbáljuk azt megtenni, hogy évente meghívjuk azokat, akiket minket is meghívnak, és hát ugye azért több énekkar van, mint amennyi lehetőségünk, mert így is most durván 100 fővel számolunk itt, hát nem tudunk helyette 200-at fogadni, tehát egy adott helyzet, hogy a lehetőségek határain belül próbáljuk meg. És nyilván nem csak a dalok szeretete, hanem a közösségi együttlét is fontos egy ilyen alkalommal. Igen, ez így van, és én úgy tapasztalom legalábbis, hogy a többség szívesen énekli, már a próbákon meglátom, hogy ha valami kifogás van, akkor elmondják, és akkor legrosszabb esetben azt mondjuk, hogy na, azt a dalt kihagyjuk, de igyekszünk olyan dalokat, amit szívesen énekel mindenki. Okay.
Kis kitérő után visszatérünk Bajcsára, és tavalyi összeállításunkkal bizonyítjuk, hogy a városrészben folyamatos a kulturális szolgáltatás, és a helyi műfázban, valamint környékén szintén mindig pezseg az élet. Akkor a Népdalok nyomában címmel tartottak egy hangulatos összejövetelt. A Bajcsai Rezedák dalkör csapatát több esemény kapcsán ismerhetik a kanizsaiak és a környékbeliek. Minden városi eseményen részt vesznek, de a saját portájukon belül is igyekeznek, a nyugdíjas vagy dalos társak nem maradjanak egyedül, nem maradjanak programok nélkül. Először is, mivel mi vagyunk a Rezedák hagyományőrző dalkör, nekünk a fő profilunk a hagyományőrzés, a népdalok továbbítása, örökösítése, és ez apropójából szeretnénk bemutatni a közönségnek a népdalokat, de nem csak énekkel, hanem citerával, tehát a népi hangszerekkel és a harmonikával. Mielőtt rátérnénk a vendégekre, egy kicsikét a saját berkeinken belül beszélgessünk. Hogyan gondolod, hogy mennyire voltak kiéhezve a társak a közös fellépésekre, a színpadi fellépésekre? Hát nagyon. De én úgy gondolom, hogy nem csak mi, hanem már az összes városi és ismerős csoportok is nagyon ki vannak éhezve már. Mi megszoktuk ezt a pangást, vagyis ezt a nyüzsgést, a pangást meg nem bírjuk. Tehát az, hogy most próbára se tudtunk igazából járni, nekünk ez most nagyon jó, hogy ezt megrendezhetjük. Mivel készült a Rezedák népdalkör mára? A zalai népdalokat fogunk előadni. És akkor mindenképpen beszéljünk a vendégekről. Hogyan sikerült velük felvenni a kapcsolatot? Kik ők? Letenyéről jöttek a Mákvirág Citere együttes. Őket igazából nem tartottuk eddig még a kapcsolatot, csak a YouTube-on néztem, és nagyon tetszett a citerázásuk, és azért hívtam meg őket, és szerencsére elfogadták a meghívást. Mint ahogy pár perccel ezelőtt hallhattuk, Marci Jenőné Gyöngyi az internet segítségével ismerkedett meg a Letenyei Mákvirág Citera zenekarral. A csapat lelkesen és nagy szeretettel fogadta el a meghívást. 1990 tavaszán alakult az együttesünk. A Letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár akkori igazgatójának, Tóth Oszkárnak kezdeményezésére. Korábban is működött Citera zenekar Letenyén, de akkor 90-ben kerültünk oda feleségemmel friss zenetanárként,
és az igazgató úr, Tóth Oszkár megkeresett engem, hogy nem lenne kedvem egy citera szakkört vezetni. És én nagyon örültem ennek a felkérésnek, mert középiskolába kezdtem el citerázni az orosz tanáromnak az unszolására, és nagyon szeretem a hangszert, ezt a népi hangszert, már csak azért is, mert nem egy bonyolult hangszer, nagyon könnyen meg lehet rajta tanulni, és mindenkinek örömet lehet vele szerezni. Remélem ez ma is sikerülni fog nekünk. Az együttes az évek folyamán egészségügyi és egyéb okok miatt is rengeteg változáson esett át, de örömmel zenélnek, mint azt bemutatták a bajcsai koncertjük idején is. Én úgy gondolom, hogy van jövője, kell, hogy legyen jövője. Aki mellettem áll fönn az asztalnál, a fiatalember, Hóbor Ákos, őt én kezdtem el citerára tanítani általános iskolás korába, és éppen az egyik tagunk úgy gondolta, hogy elég volt neki, és így hozzáfordultam, hogy lenne kedve.
és nagy örömmel jött, és azóta is nagyon lelkesen jár próbákra, fellépésekre, tehát van jövője. Lehet, hogy egy kicsit szentségtörés is lesz, amit művelni fogunk a színpadon, mert nem csak népzenét játszunk, tehát a jubileumi koncerteinken mindig két részből szoktak állni. Az első fele az a népzenei, valamint a népzenéhez kapcsolódó klasszikus átiratok, Kodály, Liszt, Brahms művek, és a második fele meg mindig populáris dallamokat szólaltatunk meg. A egyik nagy kedvencem volt a Omegától a Léna, valamint a Charlie-tól a Jégdupla Viszkivel, de amit ma is hallani fognak, szinte indulónká vált a Páger Antal Hattyúdal című filmjének egyik slágere, a Villa Negra románca. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Vince Adél nevében is. Viszontlátásra!